A Tolna megyei önkormányzat és a Tolna megyei sportszövetségek szövetsége a Vármegyeháza dísztermében rendezte meg a Tolna megye legjobb sportolója 2015 díjátadó rendezvényét. Az ünnepségen 21 sportág, 52 sportolója és 32 edzője részesült elismerésben kimagasló 2015. évi sport eredményeiért. Az eseményen Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, a megye szerepvállalásáról beszélt, Kozban György, sportért felelős helyettes államtitkár pedig elmondta, a kormány stratégiai ágazatként tekint a sportra, amelyel például az egészségügyi helyzetet is javítani lehet. A megye számára nagyon fontos a sport, hiszen a megye megítélésének egyik eleme az, hogy országos szinten milyen eredményeket érünk el. Ti vagytok a tanúi, és ki vagytok az élő példái annak, hogy Tolna megye ilyen szempontból kiemelkedően jól teljesítő megye. Magyarország kormánya úgy döntött, hogy a sportot választja egy olyan stratégiai ágazatnak, amelyet segítségül hív, hogy ezeket az adatokat, egészségügyi adatokat megváltoztassák. Ez egy nagyon hosszú és kemény folyamat, de amikor kimondták, hogy a sport stratégiai ágazat lesz, akkor még nem tudtuk, hogy ez mit jelent. Ma már látjuk, hogy nagyon sok úszoda, torna, terem és csarnok épül, amiben sportolhatunk. Ahhoz, hogy ezek a létesítmények megteljenek gyerekekkel, felnőttekkel, ahhoz olyan példaképekre van szükség, amelyek, akiket most is itt ünnepelni fogunk, úgyhogy a felelősség számotokra a vállalatokon nagyon nagy, hiszen a társadalom nagyon széles rétege számára, a fiatalok számára vagytok ti a példaképek. És ennek megfelelően kívánom azt, hogy a következő években is sikeresek, eredményesek legyetek, és nagyon sok erőt kívánok mindenkinek ehhez a munkához. Paksol 19 versenyző és felkészítő edzőik vehettek át elismerést. Az Atomerőmű Sport Egyesület 10 versenyzője érdemelte ki a címet. Cselgásban Pup Réka, Bor Barna és Csoknyai László, kajakkenuban Kis Livanda, Fritz Anett, Pup Noémi, Koleszár Zoltán és Somolác Tamás, kosárlabdában Tóth Ádám, miktekében Stanóni Köröztös Lívia kapta meg a Tolna megye legjobb sportolója díjat. A Paksi Sport Egyesület két sportolója, Makovinyi Dorottya tájfutó, Lisztmájer Tamás teniszező, valamint a Paksi FC-ből Barta László labdarúgó. A Cellőke Mezőföldi IS Egyesületből négyen, Hipszki Edit, Makai János, Makai Róbert és Szendi Zoltán, továbbá Jakab Éva és Mihály Zsolt, a Demeter Egyesület természetjárói vehettek át elismerést. Családon belül örököltem meg, úgy próbáltam ki, és megtaláltam magam benne, én azt mondom, azt gondolom, és fizikai, de inkább főként mentális sport, ez engem kikapcsol, és hát három műszakban dolgozom, és ez nekem egy mondjuk azt, hogy egy feszültséglevezetés is. Papson tekézem, és 2005 óta, tehát akkor ismerősök hívtak le, hogy próbáljam ki, ezt még nem próbáltam. Lementem a tekepályára, és valahogy ott maradtam. Nagyon kedvelem, egy sokrétűbb sportág, mint ahogy első ránézésre gondoltam. Lehetünk akár bajnokok is, de jelenlegi bajnokságban benne van az is, hogy még négybe se jussunk. Mert szerintem az első csapat bármire képes. Láthatjuk az etét, az évelején senki nem gondolta volna, mondjuk hazabeszélek, de Szolnok most gyengélkedett, új edzőváltás, előre kaptak, ott az Albakom, Sopron, bármi megtörténhet. Lesz a felnőtt EB, ahova ki fogok utazni, megnézzük, hogy hát ha valami esetleg sikerül, de ott nem várok el magamtól nagyobb sikert, vagy semmi olyasmi, csak próbálom maximálisat nyújtani. Még idén a juniorra fogok koncentrálni, ott lesz egy EB és egy 23-as EB, ezeken szeretnék majd jól teljesíteni. A Tolna megye legjobb sportolója 2015 díjátadó rendezvényéről bővebben Lelátó című magazinunkban láthatnak. A sportműsor március 8-án kedden 19:15-kor kezdődik.